December 4 -e, az utolsó idők jellemzői Mai igénk Máté evangéliuma 24. fejezetének 13. verse De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Jézus Krisztus gondosan felkészített bennünket a visszajövetelét közvetlenül megelőző időkre. Egyrészt tájékoztatott, hogy a gonoszság, hazugság és erőszak elhatalmasodik a világon, másrészt megígérte jelenlétét, oltalmát a benne hívőknek. Az események irányítása az ő kezében marad, mert neki adatott minden hatalom menjen és földön. Említi, hogy sok tévtanító támad majd, akik sokakat megtévesztenek többen egyenesen Krisztusnak adják ki magukat. Megnő a háborúk és természeti csapások száma és pusztító ereje. A szeretet helyét közöny, sőt gyűlölet foglalja el, a legszorosabb emberi kapcsolatokban is. A benne hívőket üldözni fogják, és sokakat meg is ölnek közülük. Ugyanakkor az evangélium terjed, s a végén már mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy meghallja az Isten üdvözítő szeretetéről szóló jó hírt. Aki minden próbatétel közt is ragaszkodik ő hozzá, azt ő megtartja. Az övére a nagy nyomorúság idején is gondja lesz, Éltük megövidíti a legnehezebb időket. Ha ilyen jelekkel találkozunk napjainkban, gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus megjelenése és ennek a világkorszaknak a vége egyre közelebb jön. Selkentsen bennünket minden ilyen esemény is arra, hogy amíg lehetőségünk van, készüljünk fel a vele való találkozásra. Ő először, mint megváltó jött ebbe a világba, másodszor, mint ennek bírája érkezik s akkor már nem lesz mód bármit is megváltoztatni, amilyen lelki állapotban talál, a szerint ítél majd meg. Olyan jó Péter apostol biztatására gondolnunk, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.